Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekend mai adásában ellátogatunk Máté Szalkára és Encsencsre. Érkezik majd egy tehetséges versmondó fiú is, sőt, mivel 2024 a mozgás éve, tavalyi sportsikerekről is beszélgetünk. A múlt heti adásban vendégünk volt Ohanics László, aki beharangozta az évelső kiállítását a Kálai gyűjteményben. Stávunk ott volt ennek a megnyitóján, mutatjuk, mit lehet tudni a tárlatról. A kapcsolat kollégám Balogh Józsefen keresztül jött össze, mert hogy ő együtt tanult festészetet Szegedi Attilával. Én a munkásságát ismertem, illetve Máté Szalkánál láttam a kiállítás anyagának egy részét, és mivel a Kálai már 10 éve felvállalta a megyében, városban élő tehetségek, már majdnem profilizmusra hajazó alkotóknak a munkáinak a bemutatását, itt sor került most Szegedi Attila munkáinak a kiállítására is. Elhangzott itt a bemutatás alkalmával, hogy rendkívül széles spektrumot fed le Szegedi Attila festőművészete. Mit is jelent ez a széles spektrum, illetve milyen érzésekkel hoztad el a kiállítást ide Nyíregyházára? A széles spektrum, igen, széles spektrum, témában mindenképpen. Egyedül az a csendélet, ami nem igazán fog meg, ezt még nem tudtam így magamba feldolgozni, mi miatt nem. Talán a kihívás, mivel nekem a kihívást jelentő látvány, ami engem megfog, és együtt rezonál a belsőmmel, az nekem rendkívül fontos, és már az ihlet abban a pillanatában elkezdek agyalni, elkezdek komponálni. Fotóról dolgozok egyébként, nyersanyagként használom a fotót, aztán átkonvertálom a saját lelkivilágomra, színvilágot csempészek bele, másabbat, mint ami az akkor elkatított fotón van. Aztán ez mind a kedvre épül, tehát ugrálok a tájkép, illetve a portréábrázolás között, alakábrázolásnál, és most legutóbbi tálatomon csak tájképek szerepeltek, most egy csokorba gyűjtöttem a különböző témákat, és valójában ez egy út is nekem, ez egy kaland nekem, az önkifejezés legeslegitelesebb formája az életemben, valójában ez. Hogyha az ember belép egy tárlatra, mondjuk egy festmény tárlatra, akkor nyilvánvalóan valami tetszik neki, vagy valami kevésbé tetszik neki. Tegnap eljöttem és megnéztem a képeket, és azt láttam, hogy akárha a tájképekről beszélünk, nagyon értően adják vissza az erdőnek, a különböző tájáknak a világát, de különösen az emberi alakok, amelyek kim voltak, vagy kim vannak a falon, mutatják azt, hogy Szegedi Attila igen tehetséges művész, mert embert nagyon nehéz festeni, nagyon nehéz visszaadni épp azt a momentumot, azt a világot, amit ő láthatni akar a képein keresztül. A Kálai gyűjtemény pedig, amely tavaly 30 éves volt, nagyon sikeres évet zárhatott le. Lényegében az eddigi 30 éves működése alatt a legtöbb látogatót vonzotta be a házba. Ugye tavaly is és most is Vármegyében élő festőművésznek az alkotásaival kezdik meg az éves kiállítási sort, amelynek azért is örülök, mert nyilván a kultúra az soha nem öncél. Nyilván nem csak nyíregyháziak járnak a Kálai gyűjteménybe, lássák azt, hogy a Vármegyében, a városban milyen tehetségek vannak, hogyan fejezik ki magukat, és egyébként is a művészet egy kortükörkép, és az embernek ismerni kell azt a tükörképet, amelyben él abban a világban, mert mit ad át az utókornak, és nagyon fontos dolog, hogy a Kálai ház ilyen szempontból is értékmegőrzést folytat. Láthatjuk itt a kiállításon is, hogy például a lányodról is festesz, erről mit lehet tudni? Jó, hát olyan múzsám lett, így van.
Úgy, hogy beüljön, nem tudom megfesteni, nyilván ez elengedhetetlen a fotó róla. Vele játszok, neki még gyerekdett világa van, ő még mindenben hisz, van egy karácsony üdvözletképe. Nem egy tipikus művészkép, tehát ezt gondolom, hogy azt látták a kedves taroncok is. Nagyon szeretem festeni, megfog az a kis ártatlan gyöngétség, ami még átitatja a kislányomat. És ceruza rajz, illetve olajfestmény van itt most megerekítve a kiállításon. Ugye néhány nap múlva egy újabb kiállítás megnyílik, erről mit lehet tudni így előzetesen? Igen, azért is van leszűkítve ez a kiállító terem két részre, hiszen a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én 11 órakor a Geszterétől Rakamazik című kamara kiállítás nyílik meg. Ennek érdekessége az, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumtól a Józsondás Múzeumba került, és most már ajándék címén végérvényesen ott is marad a Geszterédi aranyszabjának a rekonstrukciója, és ez 8 darab alsólemez másolattal kerül kiállításra. Egy fantasztikus anyagról van szó, melynek eszméértéke 40 millió forint, és minden, ami arany, ezüstözött arany, az tényleg ugyanaz a szabján is, úgyhogy érdemes ezt a kiállítást is megtekinteni. Február 29-ig látható mindkét kiállítás, de mi még egy kicsit megspékeljük, mert március 2-án erre a kiállításra egy családi napot is szervezünk szombaton. Következő percekben egy nagyon tehetséges fiatalemberrel fogok beszélgetni, aki nem csak versmondó, hanem rendező és színész is, vendégem Sebők Misó. Szia, jó estét! Szia, köszöntöm én is a kedves nézőket! Nekem az Orimus produkció egyik rendezvényén volt szerencsém téged először hallani, verset mondtál, és utána pedig egy előadásra is elmentem, ez volt a Joker című előadás, amiben viszont te voltál a főszereplő, rendező, és ez valami elsöprő hangulatú, rendületű, és nagyon különleges előadás volt, és nyilván az ember elgondolkodik azon, hogy itt egy fiatal ember ide jár Nyíregyházán, illetve a megyébe egy középiskolába alig 18 éves múlt, és valami különleges csodát teremt. Hogy indult ez az egész szenvedély a színház és az irodalom felé? A kiindulási pont az édesanyám volt, aki kicsi koromtól kezdve meséket olvasott nekem, és egyszer csak beindult ez a folyamat nálam is, hogy én akkor mondani szeretném, nem pedig hallgatni, és Orémus Maja a Ciripelőn fedezett fel, és onnantól kezdve folyamatosan lépkedtem előre, először csak versenyeken voltam, utána bekerültem a Vlamiba, és ott pedig már a színpadon is állhattam, és itt indult minden, aztán az utóbbi időben a Korányiba járok iskolába, és ott is volt szerencsém színpadon állni, most pedig ugye megírtam a Jokert, és dolgozok máson is, úgyhogy most már picit szeretnék önállóan is elindulni, valahogy így indult. Ez a Joker ugye a film kapcsán azért nagyon sok ember számára ismerős, tehát maga ugye ez a személyiségzavaros jellem, illetve a Joker arc, tehát sokak számára van egy ilyen előélete a történetnek. Neked mi volt? Tehát miért éppen ezt a darabot találtad ki? Közben mutatunk is kis részleteket, amely itt a koronában volt ugye a bemutató. Szóval miért épp a Joker? Azért lett egyébként Joker, mert kellett egy karakter, akinek már van neve, aki mögé lehet bújni, és akire lehet építeni, és nyilván, hogyha valaki kimondja, hogy Joker, akkor az emberek egyből felkapják a fejüket, zöld haj, felvágott száj, smink, és ahogy te is mondtad, a teljes személyiségzavar. Mindenképpen az volt a cél, hogy egy sérült embert mutassak be, és rá támaszkodhattam. Az, hogy ennek az embernek milyen kapcsolata volt az édesapjával, az nagyon nagy szerepet játszik az ő korábbi életében, de úgy igazából nem köthető a filmes karakterhez, ő teljesen az én művem, és egyszerűen nem volt más, akit így felhozhattam volna,
És én kifejezetten szerettem, Heath Ledger játszotta még a Sötét Lovakban, és engem ott fogott meg igazán az ő karaktere. Színészileg nagyon-nagyon sok mindent meg lehet mutatni abban ebben az előadásban, tehát ugye amit te most összeraktál, tehát egyszerre taszító, de ugyanakkor szerethető, együtt lehet vele érezni, meg lehet érteni az őrületét, tehát olyan emberi érzéseket szólít meg a nézőben is, amiről nem is tudta esetleg, hogy mondjuk ezzel rendelkezik, nem beszélve arról, hogy maga az egész folyamat is egy nagyon látványos, és hát nem is egyedül vagy a színpadon, tehát azért ez igazándiból ugye rendezőként is egy nagyon nagy falat volt. Ennyi fiatalt magaddal ragadni, és elhitetni, hogy ebből valami jó lesz. Ezt tanítják a suliba, vagy erre születni kell? Hát, azt mondom, hogy születni nem, de érzék az mindenképpen kell hozzá. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hiszen olyan emberekkel dolgozhattam, akiktől leshettem el rendezői húzásokat, és ezeket próbáltam hasznosítani a Jokerben is. Nyilván a koreográfiához kellett Lőrinci Fanni segítsége, de mindenképpen mindig az én szavam volt a döntő. Joker karakterével kapcsolatban pedig ezért is választottam még őt, mert annyira sokszínű, annyi minden megvan benne, ami egyébként minden emberben megvan, csak nála fel van nagyítva, hiszen az az őrület, amire elér ekkorára, az valami csodálatosnak is nevezhető, hiszen ez az ember beteg, és ezt látja a világ, de csak azokat a borzalmakat látják, amiket ő tesz. Azt nem látják, hogy milyen belső vívódása van. És az én életemből is ragadtam ki negatív pontokat. Nyilván embert nem öltem, de mindenképpen kellett valami, ami belőlem jön, ami az enyém, ami én vagyok. És ez nagyon fontos volt számomra, hogy először azt éreztem, hogy szükségem van arra, hogy elbújhassak valami mögé, és Jokerben nagyon-nagyon sokat tanultam, hiszen amellett, hogy hazudozik mindenkinek, ő belül tudja, hogy ő nem jó ember. És a végén láthatjuk, amikor visszamegy a temetőbe az édesapjához, ott valami megváltozik benne. És mindenképpen szeretne változni, csak ő már annyira mélyre került ebbe a bizonyos gödörbe, hogy ez már lehetetlen. És végül ez a gödör lesz majd az ő veszte. Amit mondtál, hogy a saját életedből is kiragadtál példát, és tulajdonképpen Joker személye olyan volt, mint egy nagy kohó, amiben ez valahol feldolgozásra kerül, és ami pedig utána megszületik, az ugye maga a katarzis, és valahol egy ilyen felemelkedés, megtisztulás. Én azt gondolom, hogy azért ez a nézőben ugyanúgy lezajlik. Egy ilyen előadás után úgy érzi a néző, hogy ez annyira jó volt, hogy nem lehet, hogy itt vége van, tehát hogy kell, hogy legyen valami utóélete. Lesz-e még bemutató, vagy készültök-e valamilyen diák színjátszó versenyre, bármire ezzel az előadással? Igen, mindenképpen szeretnénk még folytatni. Nem szeretném, hogy véget érjen Joker útja. Az Erdélytérre szeretnénk elmenni, a regionális diák színjátszó találkozóra. Az, hogy ez sikerül-e, azt majd még meglátjuk, ez még a jövő zenéje. De azt gondolom, hogy beszélhetek mindenki nevében, hogy nagyon szívesen játsszuk, mert mondhatom, hogy egy család lettünk ez alatt, a nyár alatt, ameddig mi létrehoztuk ezt az előadást, és mindenkinek fontossá vált, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha van rá igény, akkor mindenképpen szeretnénk még játszani. Hát kedves Misó, én pedig abban hiszek, hogy hallani fogunk még rólad, látni fogunk, nem csak diákszín játszó versenyeken, hanem az ország színpadain, úgyhogy ehhez kívánok töretlen hitet és hasonló kreatív lelkesedést, amit itt ebben a darabban látunk, úgyhogy gratulálok szívből, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Kedves nézők, az előző adásunkban már elmondhattunk pár fontos tudnivalót az év madaráról, most következzen a 2024-es év lepkéje, a tudnivalókat pedig Orbán Zoltán mondja el. Lakossági szavazással dőlt el,
Ugye ez a neve egy kicsit megtévesztő, tehát amikor ezt elnevezték, ezt a lepkét, akkor még egy nagyon gyakori faj volt, de alapvetően sajnos, mint nagyon sok lepkénk esetére, ez igaz, az élőhelyek átalakulása, átalakítása, leromlása, a környezetszennyezés, a kemizálás, az agrárkemizálás, de akár a nagyon rossz, Magyarországon nagyon rosszul végrehajtott kémiai idegmérgeket alkalmazó szúnyogírtás is odahat, hogy egy-egy területen jelentősen megritkulhat egy-egy fajállománya, és ez a közönséges medvelepkére is igaz, tehát nem találkozhatunk vele manapság már olyan gyakran, mint mondjuk 40-50 évvel ezelőtt. Nagyon feltűnő, riasztó színezete van, amikor a szárnyát szétnyitja, akkor a felső és az alsó szárny eltérő színezete riasztólag hat a zsákmányállatra. Ugye ez a feltűnő színezete az jelzi, hogy rossz íze van, ne fogyasszák el a ragadozók, és az alapvetően nagyon jól működik, tehát hogy amikor a feltűnő színezet jelzi az állatnak a veszélyes mérgező vagy kellemetlen ízű voltát. Éjszakai lepkéről van szó, tehát ezért az egyik legfontosabb zsákmányoló állata predátora, ugye a denevérek közül kerül ki, akik ultrahanggal vadásznak, és ezt az ultrahangot, illetve ezt a fajta vadászati technikát kétféleképpen lehet megzavarni, amikor érzékeli mondjuk egy rovar, egy lepke a denevér által keltett hanghullámokat, akkor megváltoztatja a repülési profilt, abba hagyja a repülést, elkezd hullófalevélként zuhanni, illetve aktívan hangot adva ezt a denevér számára fontos tájékozódó hanghullámokat megzavarja. Ennek az az alapelve, hogy az echolokációt alkalmazó állat, denevérek, cetek kibocsátanak egy hanghullámot, és akkor ez a hanghullám visszaverődik a környező tárgyakról, és ez dolgozza fel, ugye visszakerül a fülbe, vagy egyéb érzékszervekbe, ez dolgozza fel az agy, tehát gyakorlatilag a hanghullámok alapján látnak. Ezen az elven működnek az ember által fejlesztett rádiolokátoros rendszerek is, és például a lopakodó technika is azt célozza, tehát ilyen tekintetben a közönséges medvelepke is előbb találta fel a lopakodó technikát, ennek bizonyos megoldásait, mint mi emberek, hogy ne jusson vissza, vagy zavaros hanghullámok jussanak vissza a felderítést végzőhöz. Egy fergeteges folkklubra készül Nyíregyházán, a Prima volt a zenekar, ha valakinek esetleg még nem ismerős a nevük, semmi gond, itt van Balog Ábel és Kovács Dániel, hogy bemutassa a formációt. Sziasztok, jó estét! Szép estét, szép napot! Annyira elegánsak vagytok, fiúk, hogy ha nem tudnám, hogy milyen fajta zenét játszotok, akkor azt gondolnám, hogy egy ilyen új stúdió 11 szalonzenekarról van szó. Mindketten ugye Nyíregyházi Egyetemre jártok, és 2022-ben ugye hát alig 2 éves ez az együttes. Hogy jött az ötlet, hogy találkoztatok, meséljetek? Kezdjem én akkor. Jó, kezdem én, hogy hol találkoztunk. Ez az egész formáció az onnan született, hogy mindketten már nagyon régóta zenélünk, így... Már régebb óta ismerjük egymást, mi barát. Igen, tehát így országszerte így nagyon sok emberrel zenéltünk, és akkor mi nem is tudom hány éve már, vagy 5-6 éve már így ismertük egymást, és akkor itt találkoztunk a felvételin, hogy akkor te is felvételizel, én is felvételizek, jó. És aztán úgy sikerült, hogy... kollégisták lettünk, és akkor álltunk egymással szembe, hogy na, hát akkor most nem muzsikálunk, vagy mi lesz, és akkor onnan jött, hogy jó, hát akkor csináljuk, és akkor álljunk bele 2 lábbal, és akkor így. 4 lábbal először. Akkor először 4 lábbal, és akkor igazából így munkát is, energiát is, időt nem sajnálva, így elkezdtük ezt az egész dolgot felépíteni, és ahogy időnk engedi, foglalkozni vele és csinálni. És aztán ugye a 4 lábból egy picit több láb lett, tehát hogyan bővült a csapat? Hát igen, elkezdtünk egy projekten gondolkozni, igazából mindketten részt vettünk már egyéb zenekarokban többféle projekten, és kitaláltuk, hogy mi lenne, ha mi is létrehoznánk egy ilyen zenei műsorszerűséget,
És akkor először ezt mi ketten így megálmodtuk, nagyjából így a forgatókönyv részét, meg a zenei háttér oldalát ezt így megcsináltuk, és elkezdtünk ötletelni, hogy hogyan tovább. Daninak így adott volt, mert a két testvére is a zenekarunk tagja, Kovács Tamás a nagybőgős, Kovács Abigail pedig a énekesünk. És nekem meg hát egy közös cimboránk. Ők könnyen próbálnak azért otthon, nem? Tehát igen, bármi igen. Van, ott mindig lehet muzsikálni. Így van, így van. És egy közös cimboránk, Pitlik Tamás pedig így a terc szerepét tölti be. Én azt gondolom, hogy ma már nem elég nagyon jó zenésznek kell lenni, mondjuk ha zenekart akarsz, és igazándiból eljutni a közönséghez, és eljuttatni a zene hallgatás örömét, vagy akár a koncertélményeket, hanem azért egy kicsit rámenősnek is kell lenni, marketingesnek, menedzsernek, szóval valahogy az egész dizájn és a hangulatot kell átadni. Ebben volt nektek tapasztalatotok, vagy ez egy közös munka? Hát igazából pont nem ezt szerettük volna, hogy ez legyen a lényeg, hanem mi szerettünk volna így a munkával inkább előre haladni. Igazából ez, hogy ugye kellene így előre törni, meg mit tudom én, ez szerintem nálunk, nem is akartuk ezt, hogy ennyire ilyen direktben és ennyire gyorsan tehát történjen. Nem akartatok nagyon befutni gyorsan? Nem abszolút, tehát nyilván az ilyen... Nyilván jó az, hogyha foglalkoztatva vagyunk, meg tudjuk kamatoztatni azt, amivel foglalkozunk. De elsősorban a fő prioritás az együtt töltött idő, tehát az amit ugye munkára fordítunk. Úgy szoktuk mondani így zenekaron belül, hogy kell a kilométer. Tehát minden felkérésnek örülünk, és akkor azt mindegyiket próbáljuk 100%-osan teljesíteni, de viszont odafigyelünk arra is, hogy azért így lássanak minket, tehát az ilyen social media platformokon is. Igen, én azt gondolom, és ennek tehát nem a negatív celeb oldaláról próbáltam a történetet közelíteni, hanem onnan, hogyha valami egy igazán értékes dolog, mint akár a népzenének a terjesztése, újra gondolva, vagy bármilyen köntösben előadva, hogy az jusson el azokhoz, akik esetleg nem is tudják, hogy mondjuk ők szeretik ezt a műfajt, és legyen olyan élményük, hogy megszeressék. Hát igen, ezért is volt igazából még a ötletelés részén a dolognak az, hogy muzsikáljunk öltönyben. Például, igen, tehát így igyekeztünk egy arculatot is adni ennek az egész történetnek. Igen, meg hát igen, ahogy mondtuk már az előbb is, hogy a közös munka, meg ilyesmi, tényleg próbálkozunk a minőségi oldal, tehát a minőségteremtés oldalára is odafigyelni, hogy az esetleg egy laikus hallgató, aki nem ismeri a népzenét, vagy negatív élményei vannak, mit tudom én, egy falunapon 20 citerás zörög egyszerre. Annak most egy kicsit ilyen ellenpéldát is tudjunk mutatni. Nem mintha a citra a zenével probléma lenne, csak hogy így kollektíve, ez így mint népzene. Ez egy ilyen bélyeg szerintem. Igen, meg azt gondolom, hogy azért ugye ez a műnépzene egy kicsit talán még inkább sokakban egy ellenállást szül, és valóban nem a tiszta forrásból kapják a népzenét, hanem valamilyen más módon, és akkor lehet, hogy ez áthangolja magát a hozzáfűződő dolgokat. Milyen tájegységek zenéjét dolgozzátok föl, vagy vannak-e kedvencek, vagy hogy álltak ezzel? Szerintem igazából nincs olyan, hogy kedvenc nálunk, hanem mindegyiknek megvan a saját maga szépsége. Tehát mi próbáljuk így a repertoárunkba így belerakni így az egész magyar nyelvterületnek a zenéjét. Emellett nem határolódunk el a klasszikus zene mellett és a városi cigány zene mellett sem, tehát azokat is nagyon szívesen muzsikáljuk, és szerintem annak is megvan a saját maga szépsége. Hát igazából így tanult népzenészként hivatásunk is az, hogy elsajátítsuk, meg elő is tudjuk adni gyakorlatilag a Kárpát-medence szertágazó gyönyörű szép népzenéjét, mert ugye régen az volt, hogy egy adott falunak volt egy zenekar, és akkor az a zenekar csak annak az adott térségnek a zenéjét muzsikálta. Ez volt ugye az autentikus működése. Mi ezt ugye tanultuk iskolában, meg így mindenhogyan, és igazából ez egyfajta hivatásunk, nekünk ezt elsajátítani és muzsikálni igazából. Lehet azt mondani, hogy azért ti úgy sejtszinten éljétek a népzenét? Tehát, hogyha megszólal, akkor ott együtt rezeg minden
szervetek a muzsikával? Ez pontosan így van. Így van, meg nagyon fontos az, hogy egy nagyon jó barátság köti össze a zenekart, és így még könnyebb együtt rezegni, úgymond. Szerintem ez a legfontosabb, tehát az egész Prima volt a zenekarnak a mozgató rugója, az, hogy igazából tök mindegy, hogy mit muzsikálunk, de szeretünk együtt muzsikálni. Szoktak lenni ilyen kirándulások más műfajba? Persze, amit például az előbb beszélt az Ábel, ugye ez az első projekt, az első ilyen kis műsor, amit így kitaláltunk, meg így elkezdtünk ezen az úton járni, akkor ott is felmerült az első dolog, hogy volt egy ilyen kisebb meghit része ennek az egész történetnek, hogy akkor azt hogy lehetne így a zenével kifejezni, és akkor leültünk egymás elé, és akkor miért nem írunk egy vonós négyest? Ja, de írunk egyet, és akkor az kész is van. Tehát, hogy az előbb mondtam, hogy nem áll tőlünk távol más zenei műfajok sem. Képzett zenészeknél szerintem ez is természetes. Lengyelországban, Olaszországban is jártatok már, a Rápca, illetve Nyírségtánc együttest is kísértétek, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon szép folyamatnak az első nagy állomásain túl vagytok. Legközelebb hol láthatunk titeket? Legközelebb itt Nyíregyházán lesz egy, reméljük, hogy egy picikével nagyobb megmozdulásunk, bár nagyon nagy reményeket fűzünk hozzá, ez január 22-én lesz az első Prima volt a Folk Club, a Városi Városmajori Művelődési Házban. Na hát fiúk, tolmácsoljátok a tesóknak és az együttes többi tagjának is a jó kívánságainkat és sok sikert kívánunk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, most egy híradó erejéig elköszönök, aztán folytatjuk majd a Weekend második részével a sportévkönyvvel, és megtudhatjuk azt is, mit jelent boldogságúra, a boldogságúra kifejezés, maradjanak velünk. Üdvözlöm a nézőket a Weekend második részében. Hallották már azt a kifejezést, hogy boldogság óra? A program célja, hogy pozitív pszichológiai eredményekre építve fejleszze az óvodás és iskolás korosztály boldogságra való képességét. Stábunk ebben a témában látogatott el Encsencsre és Penészlekre. Ezekre a körökre föl kell írjátok azt a három dolgot, amit így a jövőben a legjobban szeretnétek. Mi ez a három dolog? Egy szép család, munka és siker az életben. Na és hogyha munkáról beszélünk, akkor mi lenne az a munka, amit szeretnél csinálni, ha nagy leszel? Hát bent egy irodában ülni és papírokat tölteni ki. Például ilyen gondolatokat fogalmaznak meg a fiatalok a boldogság órán, amikor saját kéznyomatukra írják leghőbb vágyaikat. Ahhoz, hogy egy intézmény megkapja a Boldog Iskola vagy Óvoda címet, legalább egy olyan pedagógusuk kell legyen az intézményben, aki elvégezte a Jobb Veled a Világ Alapítvány boldogság óra képzését. Az intézményeikben majd minden tanár részt vett ezeken, a többnyire akkreditált képzéseken. Nem mindenki mondhatja el magáról azt, hogy boldogság nagykövet. Azért ez nagyon szépen hangzik. Mit jelent ez neked? Ez nekem azt jelenti, hogy több olyan iskolának, illetve kollégának segíthetek, és elmondhatom, hogy mit akar magában ez, mit foglal magában ez a boldogság óra program, miért fontos, miért jó, mit ad a gyerekeknek, mit ad a kollégáknak. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteledés volt a számomra, hogy boldogság óra nagykövet lehetek. Hogy kell elképzeljük azt, hogy boldog egy iskola? Azt mondjuk, hogy boldog iskola, boldog óvoda. Mondjuk egy heti tervben mit jelent az, mivel kapnak ezek a gyerekek többet? Hogyan alakul ez a mindennapokban? Úgyhogy a mindennapokban belecsempészük a játékosságot. Ezek a gyerekek szeretnek iskolába járni, ami azért fontos, mert manapság inkább otthon lennének, és az okostelefonokat néznék, és internetezlenek, tiktokoznának, ha tehetnék éjjel-nappal. Viszont azok a gyerekek, akik boldogság órán vesznek részt, azok szeretnék és akarják is, hogy minél tovább legyünk iskolában, játszunk azokat a feladatokat, amiket a boldogság óra tematikája előír, illetve segítségnyújtásként adja a számukra. Olyan játékos feladatokat kapnak, amin keresztül nő az önbizalmuk, az emberi iránti felelősség tudatuk, a szeretetük, úgyhogy mindenképpen csak a pozitív oldalát tudjuk megerősíteni mi is, és most már a gyerekek is, akik akár 4 éve vesznek részt ebben a programban. Thank you.
Penészleken és Encsencsen 240 általános iskolás, javarészt hátrányos helyzetben lévő tanuló vesz részt a foglalkozásokon. Olyan témákat dolgoznak fel, mint hála, az öröm, a megbocsátás vagy az optimizmus. A Boldogság Úra feladatai nagyban segítik a szülő-gyermek kapcsolat otthoni ápolását is. Vannak olyan feladatok is, hogy például a Boldogság Órán keretek belül a hálaadás, és olyankor vagy levelet, vagy képeslapot, vagy rajzot, vagy verset kell készíteni, és nagyon sok esetben a szüleiknek készítenek a gyerekek a tanítási óra keretén belül, és amikor hazamennek, akkor boldogan átadják azt a rajzot, vagy akár azt a verset, amit ők maguk készítettek hálaadásképpen a családjuknak. Hajdu Henrietta tanulót is jelölhetett Boldogság nagykövetnek. Berna Bianca maga is vágyott erre a címre, mivel harmadik osztályos kora óta vesz részt a programban, és nagyon élvezi ezeket az alkalmakat. A Boldogság óra keretében nagyon sok diák van, itt például az egész iskola. Harmadikos korom óta járok erre az Boldogság órára, és azóta nagyon sok jegy javult, nincsenek bukások. És az osztály így együtt lehet, sokat nevetünk, megbeszélünk mindent, és így sokkal jobban összekovácsolódik így az osztály, meg így az egész iskola. És akkor vannak olyan dolgok, amiket jobban ki tudsz beszélni magadból egy ilyen Boldogság órán, esetleg tanárnővel, amit picit otthon nehezebb lenne? Igen, de a témától is függ, de a legtöbbet, mint például itt az iskolai, hogyha adódik valamilyen gond, azt meg tudjuk beszélni, meg hogyha így köztünk is vannak ilyen kis viták, amik természetesek, azokat is meg tudjuk beszélni, meg így, hát így mindenről tudunk. A Boldogság órák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy utat mutasson az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal. A gyerekek eszköztára bővül a tekintetben, hogy hogyan oldják meg a problémáikat, valamint lehetőséget ad a testi-lelki egészségük megtartásához. Tavaly megjelent a 23. sportévkönyv, amely nem csak hiánypótló, de országos szinten is egyedülálló. Vendégünk a két szerző, Bodnár Tibor és H.R. Zsigmond. Sziasztok, jó estét! Szia, köszöntjük a nézőket is! Olvastátok már a 2023-as sportévkönyvet, fiúk? Csak írtuk. Nem csak, igen, írtuk és olvastuk is egyébként, mert nem először vagyunk itt. Említetted, hogy ez a 23. eset. Az utolsó stádium az, amikor már gépen készen van a könyv, akkor oldalról oldalra átnézzük, nem ketten-hárman, mert van egy kiváló munkatársunk, Soltész Attila, aki az egészet nyomdakészen rendező, ő tördeli, és akkor tényleg minden oldalt, minden sort, mindent végignézünk még egyszer, és akkor ezzel egyúttal el is olvassuk. Tehát mi vagyunk az első olvasók gyakorlatilag. Tibi, 23 évet csináljátok ezt. Minden egyes alkalommal ugyanolyan nagy öröm, vagy ugyanolyan nagy felelősség az az utolsó pár nap, amikor tényleg azért az... Igen, mert nagyon rossz, amikor kinyitod, és pont az első hibába bele botlasz, úgyhogy gondolom, hogy ez egy felelősségteljes dolog. Ezzel együtt, hogy nyilván nem tudjuk garantálni, hogy ne legyen benne, de hát ezek apró hibák, vagy olyanokat, amiket csak adott esetben mi veszünk észre. Igen, az a során nagyjából ez, amit mondtál, hogy egy felelősség, egyfajta készítés évközben, azért idegesít, ha le vagyunk maradva. Ilyen közszolgálat, azt hiszem, ilyen közszolgálatot látunk, hogy tényleg legyen benne azért minden, és hát a megkönnyebbülés az, amikor már ebben az állapotban a kezünkben van. És hát bocsánat, ez végül is ez a katalizis az egész folyamatban, amikor együtt vagyunk ott 3-4 napig, és akkor adott esetben 16-18 órákat dolgozunk, és akkor látjuk, hogy a most évi talán meg tudja mondani, hány karakter nagyjából, több százezer karakterből áll össze, amikor így a kezünkbe fogjuk. Itt viccesen mondtam, hogy amikor beültök a stúdióba, akkor én azt mondom, hoppá, megint csak eltelt egy év, mert hogy itt van az újabb sportévkönyv, amikor egy ilyen nagyon feszített munkafolyamaton túl vagytok, akkor utána pár hónapig nem akarjátok egymást látni? Hogy van ez a gyakorlatban? Nem, hát azért, akik ismernek bennünket, tudják, hogy gyakorlatilag azért 365 napból kevés olyan van, amikor nem találkozunk, talán nincs is olyan, hogy nem beszélünk, úgyhogy ez amellett, hogy szerzőtársak vagyunk, azért ez egy több évtizedes barátság most már köztünk, úgyhogy gyakorlatilag ennek a barátságnak, a kapcsolatnak az egyik
talán legédesebb gyermek ez az évkönyv, amit említettél, hogy tényleg országos szinten is egyedülálló, mert nem tudunk olyan megyéről, ahol egyáltalán lehet, hogy vannak eseti kiadványok, de több mint két, lassan két és fél évtizedes múltra visszatekintő sehol nincs. Igen, olyan ez, mint már bocsánat, egy házasság, ahol gyermek van és az összeköti a feleket, úgyhogy számotokra ez egy valóban nem csak egy munkakapcsolat, hanem nagyon jó barátok is lettetek. Amikor 23 évvel ezelőtt mondjuk vagy akár 20 évvel ezelőtt készítettétek a könyvet, akkor nyilván mások voltak a tévénézési szokások, a sportesemények is, maga a kínálat. Mondjuk népszerűségét tekintve van nagy változás az elmúlt 23 évben? Ugye a mostani és a nem tudom, 1990-es év között esetleg. Hát abban az értelemben mindenképp, hogy akkor vagy a 2000-es évek elején még nem volt csak újság, meg rádió, meg tévé, tehát még internet se nagyon, vagy nagyon a gyerekcipőbe járt, tehát tudnánk mesélni, hogy akkor hogy készült, vagy mi minden, hogyan pótoltuk a hiányt, ami felmerült, akkor tényleg hát vissza kellett keresni újságokba, bárhol, most már tényleg egy-két kattintással megvan minden, ez egyszerűsíti is, meg könnyíti is, volt egy támogatunk, aki megkérdezte, hogy ezt miért adjuk még ki könyvbe, hát legyen meg elektronikusan, és akkor talán ő is meggondolná, mert akkor napi szinten, vagy legalábbis havi szinten mondjuk tudná aktualizálni a hirdetését, mert azt mondja, hogy így ezzel már gyakorlatilag megjelenik, lehet, hogy idejét múlt. De mi szerintem olyan emberek vagyunk, akik ilyen értelemben konzervatívak vagyunk, szeretjük látni a munkánk termékét, és hát hogyha már ott 22 ott van egymás mellett a polcon, akkor miért ne legyen ott a 23. És hát azért, ha te is bementél, vagy a nézők közül bement valaki karácsony táján egy könyvesboltba, azért látta, hogy nem ketten-hárman voltak bent, hanem a könyvnek, amelyet a kezedbe fogsz, még szerintem mindig van egy varázsa. És ha már Tibi a támogatókról beszélt, azért azt hozzá kell tenni, mondjuk az volt más a 20 évvel ezelőttivel, meg a mostanival kapcsolatban, hogy a Magyar Sport Újságírók Szövetségének van egy programja, az a neve, hogy Nagy Béla program, ami kifejezetten az ilyen és ehhez hasonló kiadványokat támogatja, ami nagy segítség abban, hogy a 23. is a kezünkben tudjuk tartani, hiszen tavaly talán beszéltünk róla, hogy azért itt jelentősek megemelkedtek a papírárak és a költségek az elmúlt években, tehát ezt mindenki tapasztalta, mondjuk aki WC-papírt, papír zsebkendőt vagy szalvétát vásárolt az elmúlt években. 25 sportágról számoltok most be. Mi volt a legnépszerűbb? Vagy lehet-e így rangsorolni? Hát ugye a sportágok itt a könyv oldalán láthatóak, hogy még milyen vastagságban, nyilván labdarúgásra a legbővebb terjedelmű. Még mindig. Valószínűleg az a legnépszerűbb is, ami élményt a megyében. Aztán a címoldalra most nem került futballista, ellenben van 5 atléta is, ugye itt Budapesten rendezték a atlétikai világbajnokságot tavaly, és nem csak a magyar csapat önmagában volt az eddigi legnépesebb, hanem a nyíregyházi különítmény is, mind az 5-en szépen teljesítettek, úgyhogy ugye Magyarország eddig legnagyobb sporteseménye sem volt szabolcsi érdekeltség nélküli. És ha már címlapról beszéltünk, ugye van egy fogadhajtó világbajnokunk, nem először nyert ifjú Fekete György, aztán van már szintén nem egy először győztes kamionversenyző, aki ott van, és hát egy nagyon tehetséges kosárlabdázó kislány, Dobó Lilla, aki egy mondhatni amatőr csapat bújtott el odáig, hogy most már évek óta meghatározó tagja a korosztályos válogatottaknak, és az elmúlt nyáron alig, hogy befejezte az ebészerep és mehetett Amerikába, a Sportág Mekkájában, mert meghívást kapott egy WNBA által felügyelt táborba. Tehát ezek mindenképp olyan teljesítmények, amelyek címlapra kívánkoznak, és már itt át is kötök arra, 2024 viszont olimpiai éve lesz, úgyhogy már beszélgetünk arról, hogy esetleg kik lehetnek azok, akik mondjuk egy év múlva a következő kötet borítóján ott lehetnek. Mert hogy tulajdonképpen ugye ez a munka meg a törekvés az nem áll meg, tehát nem dőltök hátra. Lehet azt mondani, hogy ameddig van lelkesedés és esemény addig, és ameddig ti éltek, addig valóban ez a könyv évről évre, és reméljük, hogy a támogatók is így gondolják, hogy meg tud jelenni. Most visszatekintünk még a 2023-as esztendőre, mondjuk van olyan személyes sportesemény, ami titeket nagyon megérintett, amit évekig emlegetni fogtok, ami valami miatt különleges? Hát mindenképpen a
atlétikai világbajnokság, ahol volt szerencsénk személyesen is ott lenni, és tényleg voltunk már mindketten egy-két olyan sporteseményen, ami emlékezetes maradt, de az hangulatát tekintve az, hogy Magyarországon volt az, hogy nyíregyházi szereplők is voltak, nekem mindenképpen az marad. Tibi? Én is ezt tudok csatlakozni, ugyanakkor engem minden nagy sportesemény izgalommal tölt el, ahol van Szabolcs érdekeltség, tehát ha csak lehet, én személyesen veszek részt sporteseményeken, mérkőzéseken, akár munka, akár nem. És tényleg ez már így van szerintem, hogy a személyesen átélni a helyi sikereket. És meccseket. A mozgás évében mennyire fér bele két sportriporternek a mozgás? A sport? Itt Tibi mondja, mert a lényegesen aktívabb. Igen, nekem belefér, tehát azért szoktam időt fordítani futásra, konditeremre, de Zsiga is elindult ezen az úton. Elindult, én kerékpározok, nekem ugye egy korábbi sportsérülés miatt korlátozottak a lehetőségeim, de amikor tehetem, akkor én is leginkább a bicikli az, amivel szeretek tekerni néhány 10 kilométert, most már jutottam odáig, hogy észre sem veszem, de Tibi a rendszerességben és a távokban azért magasan ver. De én azért azt gondolom, hogy bármiféle ilyen aktivitás, meg a vitalitás, az mindenképpen egyrészt fontos a munkához, másrészt pedig példa mindenkinek, az olvasóknak is. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. A weekend hátra levő részét Máté Szalkán töltjük, ahol belenézünk a Szatmár Tánc Együttes újévi műsorába, amely az Adjék Isten minden jót címet kapta. Thank you.
Kedves nézőink, én kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, ez volt mára a Weekend, jövő héten majd folytatjuk, amikor többek között egy mándoki közel 3000 darabos helytörténeti kiállítást ajánlunk majd a figyelmükbe. Tartsanak velünk akkor is, addig is kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!